Botka László vidéki városokban vendégeskedik, vidéki városokban kampányt folytat. A legutolsó hétvégén éppen Nyíregyházán vendégeskedett, ahol hazug és farizeus módon próbálja a kamerák előtt eljátszani a nép egyszerű gyermekét. Mint ez képviselőtársamtól hallható volt, ez messze van az igazságtól. Ez annak fényében furcsa igazán, hogy az ő kampánya, ami elindult az elmúlt hetekben, az igazából olyan módon bukott le, hogy farizeus, mert hiszen önmaga vizet prédikál és bort iszik. Ennél fogva a szegedi közgyűlés következő ülésén a szegedi kormánypártiak egy vagyonnyilatkozat tételi eljárást kezdeményeznek majd Botka László ellen. Vajon szint? Hol vannak még bizonyos milliós csecsebecsék, amiket ő eltitkolt, hiszen innentől kezdve bármilyen fajta módon nehéz hinni az ő szavában.